Üdvözlök mindenkit a mai rövidke kis videó alatt. Ez a videó egyik cikkemnek a kiegészítése, hiszen ott egy vizuális eszközről beszéltem, és talán érdemes lenne bemutatni, miről is beszéltem, és mi az, ami számunkra ebben a programban kiemelkedően kényelmes. Ez egy i3-as kiegészítő kis script, amit telepítés után egy kicsit konfigurálni kell, azaz a kulcskötéseket beállítani. Gyakorlatilag annyit tesz, amit láttok. Megnyomom az adott kulcskötést, gyors billentyűt, és előugrik egy terminál, vagy akármelyik program. Én terminállal fogom bemutatni, mert ez jelenik meg a leggyorsabban, meg különben is. Az oldalukon ez a példa, azaz meg tudod adni, hol jelenjen meg, és melyik program jelenjen ott meg. A következő nagyon kényelmes dolog, ha ugyanezt a billentyű kombinációt megütöd, akkor eltűnik a program, nem bezáródik, eltűnik. Tehát előhozod, eltűnik, előhozod, eltűnik. Hozzá kell tennem, és ezt a hozzáértők mindig el fogják nektek mondani, ha ilyesmiről beszélünk, hogy bizony ezt meg lehet oldani az alap beállítással is, alapkonfigurációval is. Akkor miért is használjuk ezt az egyszerű kis scriptet? Azért, mert ennek a beállítási paraméterezése sokkal egyszerűbb, kezdőknek átláthatóbb természetesen, mint az alap beállítási módszerek. Azaz, hát ezt hogyan lehet beállítani, és hogyan lehet konfigurálni. A konfigurációmat megnyitom egy pillanat, i3 konfigot megnyitjuk, és én már össze is készítettem, nyilvánvalóan különben nem működött volna, ennek a beállítási lehetőségeit. Nézzük meg! Megadjuk a szokásos kulcskötés parancsot, hogy a módosító nálam a Windows és a Tab-bal legyen szíves végrehajtani a következő parancsot, azt is megadjuk, ami egyéb az i3-as saját billentyű, gyors billentyű kezeléséhez tartozó parancs rész, amit éppen be akarsz állítani, és utána van egy idézőjelbe tett akármi. Mit is tartalmaz ez az idézőjelbe tett parancssor? Na, egy kis kitérő parancssor. Mivel ez egy parancssor és egy scriptet futtatsz, megfelelő paraméterezéssel bizony parancssorból is elindítható. Persze most egy parancssort, egy terminált előugrasztunk, abból nem indítjuk ugyanazt, de hát megoldható. Ez nagyon kényelmes, hogyha scriptesíteni szeretnéd a feladatot valami oknál fogva, vagy ami miatt talán érdemes elgondolkodni a dolgon, bizony egy akármilyen panel, éppen nálam a tintkettes panel van fent, akármilyen panel gyorsindító sávjába is be tudsz rakni egy ikont, és az ikon elindíthatja ezt a parancsot, azaz nem csak gyors billentyűkkel tudod az i3 alatt ezt megoldani így, ezzel a scripttel, hanem különféle egyéb megoldások mellett, ikonok, illetve parancsori megoldások mellett is tudod használni. Oké, mi a lényeg? Megadod a parancsot, ezt a script nevét, megadod az egyszerű paramétereket, majd utána megadod az indítandó programnak a nevét. Most egy terminált indítunk, aki készítette, ezt adta meg alap bemutatásnak. Hát bizony, ez a parancs megadja nekünk azt, megint bemutatom, hogy előugrik és vissza, van egy kis animáció szerűsége, hogy egy kicsit mintha legördülne, de ez számunkra lényegtelen. Mi az, amit meg tudunk adni ennél? Az első, a legfontosabb a kötőjel A. Ez egy kapcsoló, ami a helyét, a natur helyét jelöli a monitorodon. Megadod, hol jelenjen meg az ablak. Nagyon egyszerűen tudod megadni, a jobb fent, bal lent, középen parancsot leírtam, azt hiszem egyértelmű. Képzelj el egy 9-es rácsot, 3x3 négyzetből álló rácsot, és megadhatod, hogy amit éppen látsz, top, fent és center jelenjen meg. A leírásban ott van egyébként teljesen egyértelmű az L és az R betű, a C betű, a top, fönt, a bottom, lent felkiáltású dolog, az azt hiszem egyértelmű. Tegyük át az előbb megjelenett kis terminál ablakunkat középre, tehát CC, fönt, vízszintesen is, függőlegesen is középre kerüljön. A módosítás után mentünk, elindítjuk az újra beolvasását.
a konfigurációs fájlnak, ez természetesen nélkül nem megy, és kipróbáljuk ugyanazzal a billentyű kombinációval. Mit lehet látni, hogy már nem itt fönt, hanem itt középet jelent meg. Ennél egyszerűbb és gyorsabb pozícionálása, natur pozícionálása egy akármilyen ablaknak szerintem nincs, és ezt a 2x3 jelzést, tehát hogy szintesen és függőlegesen hogyan helyezkedjen el, azt, hogyha az ember megjegyzi, ez összesen 9 variáció, akkor már gyorsan és hatékonyan tud ablakokat megjeleníteni, úgyhogy ugyanazzal a billentyű parancsal háttérbe is tudod küldeni, erre a stretch padra rakod rá. Igazából ez egy ilyen háttértároló, amiben oda rakod a programokat, és onnan elő tudod szedegetni. Visszatesszük, és meg szeretném mutatni, hogy ez nem egy különleges ablak típus, hanem egy sima lebegő ablak, amit te tudsz mozgatni, át tudsz bárhova tenni, ha éppen olyan kedved van, módosíthatod is a méretét, és odébb teszed. Ha eltünteted, ugyanúgy el fog tűnni, ugyanúgy fog működni, és amikor visszahozod ugyanazzal a billentyű kombinációval, az eredeti, az itt megadott parancs helyen fog megjelenni. Azaz nagyon kényelmes, és ugyanúgy a, hát nálam az van beállítva, de mindenki odaállítja a ablak becsukási parancsot, amit hát éppen neki kényelmes, nekem a Q lenyomásával el is fog tűnni. Azaz natur 9 pozícióba el tudod helyezni a parancsodat. A következő gondolat, hogy jó, oké, megjelent az ablak, és az neked nem biztos, hogy jó. Lehet, hogy te úgy gondolod, hogy hát legyen 500x500 darab pixel, akkor beütött, hogy kötőjel D 500x500. Nem 550, hanem 500, és ennyi, és megint lemented, elindítod az újra beolvasását a konfigurációs fájlnak. Nem tudom, hogy alapbeállításban hol van, nekem a Windows Shift és C-re van rákötve, és akkor beolvassa a konfigurációs fájlt az i3-ba, és utána meg is nézzük, hogy sikerült-e valamit változtatni. Látható, a mérete megváltozott, hogy elhiggyétek, hogy a méret megváltozott, és nem, hát közel hasonló, én egy kicsit durvább beállításokat tettem, és látható, megváltozott, összement ekkorára. Szuper? Igen. Tehát már a natur méretet, a natur helyzetet is be tudod állítani, és nagyon ügyes volt, aki ezt kitalálta, hogy nem biztos, hogy nekem az lenne a legideálisabb, hogy pixelben adom meg a dimenzióját, a méretét az adott ablaknak, hanem megadhatod százalékba is, a képernyő felbontásának a százalékába is megadhatod, ami úgy megy, hogy D és 10%, és itt legyen 20%, teljesen mindegy, hogy lássátok, hogy nem ugyanazt ugrasztom mindig elő, megint lementjünk Ctrl-S-sel nyilván a legtöbb helyen, és beolvastattam a konfigurációs fájt, és már is 10%, illetve 20%-os méretbe a monitorod felbontásához való arányba megjelent az adott kis ablakocska, ami hát így igazából használhatatlan. Ennek az az értelme, hogyha te változtattad a monitorodnak a felbontását kisebbre, nagyobbra, akkor a pixel szám megváltozik, kisebb vagy nagyobb lesz az adott 100x100 pixeles meg kikiáltott, az pixelbe annyi csak a monitorodon több vagy kevesebb pixel lesz, ablakocska. És hogyha ez az ablakocska arányosan van megadva, mint ahogy az előbb láttátok, az 50%, 50%, ez az alapbeállítás a legelső képnél, bizony az akármilyen felbontású lesz, a felbontás fele egyik irányba, másik irányba, tehát a pixel szám fele-fele lesz megadva, és az bármikor ugyanúgy fog kinézni, ugyanolyan arányban fog megjelenni neked az adott monitoron. Én ezt kitörlöm, mert igazából ez az 50-50%-os alapbeállítás megfelel, és hogy elhiggyétek nekem, Ctrl-S, Ctrl-I és egy C betű, és akkor eltűnik, és visszaállt a normál 50-50%, ez kényelmes, nagyon professzionális. El is tüntetem. A következő gondolat az,
hogy az animációnak a irányát is meg lehet adni. Én bevallom őszintén, ez az a kapcsoló, ami igazából nem biztos, hogy mindenkinek kell, meg hát nekem teljesen mindegy, hogy melyik irányból animálódik be, az az M betű, és az M betűn után egy T van, tehát top. Hát bizony legyen alulról befutó kis eszközünk, bottom, és akkor megint lementjük, nem felejtjük el, azért mondom folyamatosan, hogy nem felejtjük el, hogy lementjük, majd beolvastatjuk a konfigurációs fájt, és egy tabbal. Látható, most meg alulról mászik elő. Szuper, nem? Hát annaid ugrik elő, annaiket tetszik. És így egy kicsit effektesebb, egy kicsit professzionálisabbnak, hát haladóbbnak fog feltűnni, hiszen itt akármennyi ilyen ablakot tudsz elkészíteni, és nem csak terminált, hozzáteszem, nem csak terminált, hanem akármi egyebet a H betű kötőjel H-val hozod elő egyértelműen azt a parancsot, hogy a helpet kírja. Ott vannak a megfelelő kapcsolók, egy kis angol leírás van hozzá, én egy picit kibővítettem a magyarázatot a cikkbe, de gyakorlatilag nagyon-nagyon kényelmes. Amit számunkra, hát bizony érdekes is lehet, természetesen vagy nem, meg tudod adni az, hogy pixel szerint, tehát koordináták szerint, hol jelenjen meg neked az ablakod, ez is egy kényelmes, ha a méretet megadod neki, hogy hol jelenjen meg, nem kell különösebb olyan beállításokat tenni, amiket hát esetleg Naturba, a konfigurációs fájba több lépcsőbe meg kell adni, hogy ekkora ablak, itt jelenjen meg, mozgassa oda, hát egy move, meg egyéb parancs nem nagy dolog, de valljuk be, azért ez így egy kicsit kényelmesebb. Nézzünk is meg egy P, és legyen 100 vesző, 100, és itt fog megjelenni, megint mentünk, és miután lementettem, látható, hogy a 100 per 100 pontban fog megjelenni, gyakorlatilag akárhova átteheted ezt, természetesen. És nézzünk meg egy másik beállítást, mínusz 200, mínusz 150, hol jelenik meg. Ezt ki kell kísérletezni, illetve hát akinek már nagyobb gyakorlata van, annak már kényelmesebb ezeknek a koordináták megadása, látható ott. Tehát pontosan pixelre be tudod állítani, vagy arányába azt, hogy hol, és mekkora ablak jelenjen meg, és hát ha egy kis kedvesség, hogy melyik irányból ugorjon be ahhoz a helyhez. Amit érdemes tudni, természetesen kezel több monitort is, tehát meg tudod adni, hogy melyik monitoron jelenjen meg. A monitor megadása nagyon egyszerű, van egy kapcsoló, aminek a neve egy S betű screen, tehát kötőjel S, és meg kell adni a monitor nevét, nem azt, ahogy te hívod, hanem az ARANDR, vagy az XRAND parancs kiadásával lekérdezed a monitorok nevét, és lehet látni, látható, hogy éppen eltakarja, de mivel ugye ez egy lebegő ablak, odébb tudod tenni, az egyik monitoromat így hívják, a másik monitoromat így hívják, be is csukhatjuk az ablakot. Összefoglalva az egész arról szól, hogy egy lebegő ablakot szeretnénk megjelenítetni valahol, pontosan ott és akkora méretbe az adott programmal. Ezt az I3 alatt meg lehet tenni, nem is bonyolult, de lényegesen kényelmesebb a pozíciót, a méretet, az elhelyezkedést megadni egy parancsorba pár betű, pár szám megadásával, és utána természetesen meg kell adni, hogy mit indítasz, és az működni fog. Azaz, nagyon kényelmes, jól használható, egy picit többet tud ennél, én csak azt szerettem volna bemutatni, hogy ilyen, hogy vizuálisan mit jelent, és milyen egyszerűen tudod villámgyorsan használni. Nyilvánvalóan egy alaphasználathoz elegendő a méret, illetve az első részben emlegetett kapcsolónak a kapcsolónak a beállítása, tehát hol a 9 pozíció közül hol jelenjen meg az ablak. Ha ezen finomítani szeretnél, és nem elegendő az neked, hogy középen jelenjen meg, hanem 5, 20 vagy akárhány pixellel odébb, akkor természetesen arra is van lehetőség. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó kísérletezést és jó próbálkozást kívánok. Sziasztok!